Kedves nézőink, civil ügyekről fogok beszélgetni dr. Magyar György ügyvéddel, a Civil Választási Bizottság vezetőjével. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Civilek, mi már többször beszélgettünk arról, hogy úgy döntött a kormánytöbbség, hogy 2024-ben egy napon lesznek az európai parlamenti választások és az önkormányzati választások is. Két teljesen különböző kommunikációt igénylő választásról beszélünk, de olybá tűnik, hogy most sikerült Jászberényben egy civil alapokra, vagy civilebb alapokra épülő választási győzelmet elérni az ellenzéknek. Hogy látod te ezt a helyzetet? Én nagyon örülök ennek a sikernek, mert valóban bizonyít egy nagyon fontos tényállási elemet. Nem a pártok dominanciája számít az önkormányzati választásokon, hanem a helyi közösségek ereje, a helyi közösségek kohéziója és a helyi kampány. Az, hogy a pártok együttműködnek, az nagyon fontos. Csak nem az a lényeges, hogy kiállítja ki a jó jelölteket. A jó jelölteket az élet hozza föl, és a helyi közösségek találják meg azokat az értékeket, akikre hitelesen rá tudják bízni a sorsukat. Nem véletlen, hogy itt a helyi közösség a pártokkal együttműködve, de nem a pártok dominanciájával, harmadszor is meg tudta kapni a polgármesteri lehetőséget, sőt, még a helyi közgyűlésben is a civilek által jelölt jelöltek további 4 helyet elhoztak, tehát igen jelentős többségben fognak majd a hátralévő időben önkormányozni. Következésképpen ebből az jön le, és én nagyon osztom Karácsony Gergely főpolgármester úr véleményét, nem mintha lényeges lenne, hogy én osztom a véleményét, vagy nem osztom, de nagyon fontos, hogy a pártok sajnos helyben igen sokat vesződnek, küszködnek, egy kicsit a saját pecsenyéjüket is sütögetik, és azt akarják megmutatni, hogy melyiküknek nagyobb a bicepsze, és melyiküknek nagyobb a befolyása a közéletre. Nem szabad, ezt meg kell fordítani, nem szabad újabb és újabb hibákat elkövetni, az alulról jövő kezdeményezések, a Jászbenyértért Egyesület, vagy a Miskolcért Szövetség, vagy bárhogy hívják, adja az alapját az önkormányzati választásokon a jelölteknek, és a pártok nagyon szépen álljanak benne. Itt a DK nem vett részt ebben a versenyben, lett is belőle paláver. Ennek ellenére a civil erő a jelentős mozgósítás, Péter, hogy ott voltak a választásokon, a Fidesz támogatók pedig nem jellemző módon nem mentek el ezekre a választásokra, a helyi kampány és a helyi pozíció meghatározta a jövőt, és kétharmados világra szóló győzelmet arattak. Ez a recept. Azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy te szerinted, te, aki az előválasztás során többször is egyeztettél, mint civil választási bizottság vezetője a különböző pártokkal. Mennyire tudják megérteni a jelenlegi ellenzéki pártok, meg akár a kormánypártok is, hogy akár egy megyeszékhelyi települést is nézve, sokkal fontosabb, hogyha a helyi civil közösségek jelöltjei mögé állnak be, mint az, hogy saját jelölteket indítanak orba szájba, már bocsánat, egymás ellen, és ezáltal tulajdonképpen katasztrófába víva az egész együttműködés. Itt két kérdés merül fel. Az egyiket úgy hívjuk, hogy belátás, be kell látni, mert kényszerpályán vagyunk, a választási törvények fakadtak lehetőségeken, túlmenően. A másik pedig úgy hívják politikai kultúra. Meg kell érteni, hogy fontos a pártok szerepe, mert a helyi közéletben befolyásoló hatásuk van. De a feje tetejéről a talpára kell állítani, a kezdeményezésnek alulról kell jönnie, és a pártoknak kell emögé állnia, nem fordítva. A pártok megint majd jó szívvel beülnének a
füstőszobájukba. Én nem tudtam, hogy megint ennyi dohányos ember van. Beülnek a füstőszobájukba, és ott majd jól megküzdenek egymással. Azt mondják egymásnak, hogy hát akkor most ebben a körzetben és ebben a településen én elindítom az én emberemet, mert az egy nagyon jó jelő, és cserébe majd a másikban elindítjuk a tiédet, és ott nem indítom meg az enyémet. Na ez nem megy, mert a választópolgár az nem pingponglabda. A választópolgárt nem lehet ide-oda dobni, hogy szeresd ma a jobbikos jelöltet, holnap meg szeresd, légy szíves, az MSZP-s jelöltet. Nem csinálja. Az ellenzéki választó az ellenzék képviselőjét szeretné támogatni, és nem pedig a helyi pártok alapját akarja aláírni egy biankó csekkel. Nem bolondok a választók, hanem szeretnék a helyi vezetőiket ők maguk kiválasztani. Azt mondják, hogy nekem hiteles a polgármester, mondjuk Jászberényben, nekem hitelesek azok a képviselők, akiket a helyi szövetség és a helyi szerveződés állít ki, a pártok pedig nem menjenek ezzel szembe. Ezért mondom, és még egyszer ismétlem, tudatosítom. Politikai kultúra, belátás. A pártok sapkáját nem kell állandóan a fejükön tartani, le lehet venni, meg lehet állapodni azokkal a központi jelöltekkel, akiket a pártok is elfogadnak. Nem azt mondom, hogy a pártokat ki kell vinni ebből a rendszerből. Az előbb beszéltél arról, hogy elég galád módon a hatalom ezt a két választást összerakta egy napra. A két választásnak életidegen a metodikája. Az egyik arról szól, hogy pártlistákra tessék szavazni, hű, de szimpatikus nekem Momentum, akkor bejutatom az Európai Parlamentbe, de közben nem Momentumos jelölt indul majd az egyéni választáson, akkor a választónak meg kell értenie, hogy a közös jelöltet kell támogatni. Azt a közös jelöltet, akit a helyi társadalom tart hitelesnek, és a pártok is elfogadnak. Én azt gondolom, hogy felnőtt a magyar választó, tehát felnőtt emberekből el képesek. Nem a választókkal van a baj, a jelöltek. Én értem. Nem vagy politikai elemző, szerencsére, de van politikai látásod. Szerinted mekkora öngól volt ez a legnagyobb ellenzéki párt, a Demokratikus Koalíció részéről, hogy ebből a játékból így kimaradt? Már bocsánat a játékifejezésért. Szóval azt kell mondanom neked, hogy a pártok és a civil szervezetek között az az óriási különbség, Péter, hogy fölülről mondják meg, hogy mit tegyenek lent helyben, míg a civil szerveződések megmondják, hogy mit szeretnének csinálni, és nem fölülről irányítják őket. Világos. Valószínűsítem, hogy a DK központi szerveződései úgy döntöttek, hogy ők nem olvadnak be ebbe a programba. Annyira rossz lehetett a döntés, hogy végül is az a személy, akire építették ezt, hogy egy alpolgármesterrel, az ki is lépett azóta a DK-ból. Világos. Tehát én azt gondolom, hogy itt nincs egység, ez az úgynevezett pártfegyelem, és hogy megmutatom, hogy én vagyok a domináns ellenzéki szerveződés, ez nem vezet jóra. Ezt meg kell érteni, maga Gyurcsány Ferenc is sokszor elmondta már, hogy egységes fellépésre van szükség, csak ő mindig hozzá gondolja, vagy mondja is, igen ám, de az ő vezetésével és az ő tapasztalatainak a felhasználásával. Ez a szándék helyes, csak kell hozzá a többiek hozzájárulása. És nem a pártok, még egyszer mondom, határozzák meg a létünket és a tudatunkat, különösen az önkormányzati választásoknál nem. Egész más a helyzet az európai választásnál. Az európai választás tényleg egy erőfelmérés. Itt meg lehet mutatni, hogy a magyar kormány magatartása európai parlamentben és Európában nem azonos a magyar többségi állásponttal, ezért aztán igazán fontos lenne, hogy ellenzéki jelöltekből többet juttassanak be, mint kormánypárti jelöltből a Európai Parlamentbe, mert akkor kifelé is láthatóvá válik, hogy a magyar kormánynak ez a szembe politikája, ez a dafke politikája, ez a büszkesége, ez a szuverén álszuverenitási védekezése nem azonos a magyar többségi állásponttal. Értettem. Ha már civilek, mi történik most a civil parlamenttel? Mikor láthatjuk a civil parlament alakuló ülését? Alakul, mint a púpos gyerek a prés alatt. Mi folyamatosan dolgozunk a háttérben, alapítványainkat beegyezték, bankszámlaszámunkat megkaptuk, van külföldi támogatottságunk,
és van magyarországi bejegyzésünk, egyesületünk van, amelynek az a célja, hogy működtesse majd a civil parlamentet. Ezért bocsánat, hogy közbevágok. Külföldi támogatottság. Akkor ti is részesei lesztek a dollár baloldalnak? Nem leszünk részesei. Azért nem leszünk részesei, mert nem pártalapon dolgozunk, hanem társadalmi alapon, és civil szövetségeknek részesei vagyunk. Pályázunk különböző együttműködésekre, és ezeknek a lobby tevékenységeknek a következtében szerzünk valami kis hátteret ahhoz, hogy tudjunk akciózni, tudjuk segíteni például a helyi választásokat, tudjunk kampányokat és civil parlamenti összejöveteleket tartani, amik bizonyos költségeket bizonyosan fel fognak meríteni. Nekünk nem az a célunk, hogy jól meggazdagodjunk, nekünk az a célunk, hogy hallassuk a hangunkat, és azt az űrt, Péter, amit a pártok voltak szívesek megjeleníteni, azt kitöltsük. A civil parlament megítélésem szerint húsvét táján megmutatja magát, mint a felsőház össze fog ülni, alakuló ülését fogja megtartani, a delegálások megtörténnek, és a civil parlament, mint olyan működőképességét egy éven keresztül akarjuk láttatni, egészen ezekért a bizonyos 2024-es egy napra tett választások időszakáig, de a fő cél az, hogy egy társadalmi kontroll jöjjön létre a pártokon és a parlamenten kívül, mert ez rosszul működik ma Magyarországon, és már mondtam nektek, és nagyon fontosnak tartom, hogy a képviseleti demokrácia mellett nagyon lényeges a részvételi demokrácia, az állampolgárok aktivitására és jelenlétére szükség van, a napi ügyek felemelésére szükség van, és nem csak a pártérdekek és a központi érdekek domináljanak, hanem a társadalom általános problémája, megélhetés, Péter, a magyar forint és az euró viszonya, a rezsiköltségek, mindaz, ami az embereket közvetlenül érinti, legyen munkájuk, lesz-e nyugdíjuk, vagy elértéktelenedik a teljes vagyonuk. Ezzel összefüggésben nekünk azokat az ügyeket kell felkarolni, amelyek megoldásért kiáltanak. Azt szeretném tőled kérdezni, erről már beszélgettünk, hogy nyilvánvalóan ebbe a civil parlamentbe minden szervezet képviselőjét várjátok, azaz azokat is, akikről azt mondják, hogy közelebb állnak a kormányhoz, meg azokat is, akikről azt mondják, hogy közelebb állnak az ellenzékhez. Kinek a feladata, vagy egyáltalán feladata minősíteni a civileket, hogy kik a valódi civilek, kik az úgynevezett álcivilek? Nincsenek ilyen választóvonalak, hogy valaki kormánypárt gondolkodású, vagy nem kormánypárt gondolkodású. A legfontosabb, hogy azok miatt, a célok miatt, amiért létrejön egy civil szerveződés, helyben vagy központilag, azoknak legyen meg a megjelenítése, kapják meg a megfelelő képviseletet a nyugdíjasok, kapják meg a megfelelő képviseletet mondjuk a pedagógusok, a diákok, az egészségügyi dolgozók és mindazok, akik bajban vagy gondban vannak, akár szakszervezeti alapon is. Nem az a lényeg, hogy kinek mi az ideológiája, mert a civil parlament lényege, hogy akárkinek akármi az ideológiája, akárkinek akármi a kötődése, akárkinek akármi a vágyakozása, itt a szakmai alapon történő tudományos együttműködésnek legyenek meg a platformjai. Mi platformot akarunk teremteni a megszólalásra és a probléma felvetésre. És még egyszer hangsúlyozom, civil társadalmi kontroll, mert ez ma nagyon hiányzik. Így a hatalom is el tud szállni, kérlek szépen, elrepül, és sajnos az ellenzék is elrepül, mert nem mutat víziót, így aztán a választó nem tud megfelelő módon differenciáltan közöttük választani. És akkor, ha jól értettem, a civil parlamentnek többek között az is a dolga, hogy segítse teljesen mindegy melyik felet a víziók megalkotásában. Pontosan így van. Azért lesznek bizottságok, ugyanúgy, mint a rendes parlamentben, hogy szakmai alapon kiegészesedjenek azok a gondolatok és vélemények, amelyek a választópolgárok tudatáig eljutnak, egyszerűsített, értékes nyilatkozatok szülessenek, és a mi szakmai bizottságaink dolgozzák ki azokat a program elveket, amit a választó magáévá tud tenni, és a választónak legyen alternatívja. Ne csak azt lássa,
a Fidesz oldaláról, hogy folytatjuk, és ne csak azt látja az ellenzék oldaláról, hogy majd jól megküzdünk egymással, hanem lássa azt, hogy mi között választhat, és neki mi lesz a jövőképe. A perspektíváját kell a magyar társadalomnak felmutassuk, és ehhez van szükség a platformra, a civil parlament folyamatos működésére, jelenlétére és a nyilvánosságban való jelenlétére. Azt gondolom, hogy ez egy jó mondat volt, záró mondat volt, és innen fogjuk legközelebb folytatni. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni, és rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm a lehetőséget, és remélem érthetően el tudtuk mondani, hogy nem azért vagyunk, hogy legyünk, és másokat legyőzzük, hanem hogy ezt egy kicsit, ezt a társadalmat fölrázzuk, és felvirágoztassuk, és kifelé, Európa felé is megmutathassuk, hogy a magyar kormány cselekedete nem azonos a magyar többségi állásponttal. Köszönöm szépen!